Ez a járdaszakasz Bátaszékfő utcáján található. Utoljára a 80-as években nyúltak hozzá, az idő azóta jelentősen kikezdte. Bár Bátaszéken nagy gondot fordítanak a járdák rendbetételére, különösen az önkormányzati intézményekhez vezető útszakaszokra igaz ez, a lakossági járdaépítési program is utcákat tart rendben. Azért még, ahogy a mellékelt ábra is mutatja, nem rózsás a helyzet. Most a belügyminisztérium pályázata nyújtott segítséget a korszerűsítéshez. Ezzel a belügyminisztériumi pályázata lehetőséget kaptunk arra, hogy talán egy kicsivel nagyobbat tudjunk lépni, hiszen ez most megteremti ez a pályázati lehetőség, hogy a Budai úton, a városunknak a fő utcáján, a Bezeridi utcától a Kövesdi utcáig, mint egy 260 folyóméter hosszban egy teljes járdakorszerűsítést tudunk majd végrehajtani. 16,7 millió forint támogatásban részesültünk a kormánytól, melyhez egy 9 millió forintos önerőt fogunk majd biztosítani. Műszaki tartalmában úgy fog majd kinézni ez a beruházás, hogy térburkolatra cseréljük a jellegi betonos és aszfaltos burkolatot, megoldjuk a járdáról a csapadékvizel vezetését teljes hosszban, illetve az ingatlanokról levezetett csapadékot is megfelelő módon tudjuk majd elvezetni. A lehető leggyorsabban megoldjuk a szükséges eljárásokat, mondja Bozsolik Robert, mert látjuk, hogy a közlekedés már nagyon nehézkes ezen a szakaszon. Az építkezés alatt a gyalogos közlekedést folyamatosan biztosítani fogjuk, tette hozzá. Ezzel egy nagyot lépünk. Köszönjük szépen mindazoknak, többek között országgyűlési képviselőknek, hogy hozzá segítettek ennek a pályázatnak a sikeres megvalósításához. Kivitelező kiválasztását szeretnénk még ebben az esztendőben megtenni, annak érdekében, hogy minél gazdaságosabban tudjuk a forrásokat lekötni. Ha az időjárási körülmények engedik, akkor szeretnénk még idén elkezdeni. Egyébként a pályázatot 2021. december 31-ig kell lezárni.